Fűcsomok zöldelnek a tavaly kialakított szekszárdi petangpályákon. Nem csak az úzott kövel borított területen, körülötte is magas az aljnövényzet. Látszik, hogy itt mostanában senki nem játszott. Pedig az átadáskor még alapkövet is rakott le a helyi sportközpont Éjjel Szekszárd által kinevezett igazgatója. Malomsoki Krisztián nagy reményeket fűzött a petang szekszárdi felvilágoztatásához. Valaki nagyon-nagyon ügyes és nagyon-nagyon jól játszik, akkor akár a világjátékokon is részt vehetne szekszárdiként. Szekszárd nemzetközi petang sikere még várat magára, más sportágokban viszont már kézzel foghatóak az eredmények. Európa legjobb négy csapata között hazai pályán játszottak a szekszárdi KSC női kosárlabdázói április elején. A rendezvény lebonyolítása mégis veszélybe került, mert a Malomsoki Krisztián vezette sportközpont hónapok óta nem fizetett villanyszámlát, ezért félő volt, hogy a szolgáltató kikapcsolja a mérkőzések ideje alatt az áramot a sportcsarnokban. Malomsoki Krisztián akkor Szekszárd polgármesterének írt levelében közel 35 millió forintot követelt a várostól, hogy az általa vezetett sportcsarnokban rendezhessék meg az Európa Kupa 4-es döntőt. Eközben az épülő uszodával kapcsolatban is problémák merültek fel Malomsoki Krisztián miatt. A sportközpont igazgató ugyanis nem hajlandó kifizetni az építési vállalkozót, aki emiatt egyelőre le is állt a munkával. Malomsoki Krisztián jogi vizsgálatot kért, hogy ügyvéd nézze át a kivitelező fizetési igényét és a beruházás állapotát. Erről ő maga posztolt a sportközpont Facebook oldalán. Szabó Balázsa, a szekszárdi városvédők elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a sportközpont igazgatója nem rendezi a villanyszámlát, miközben ügyvédi díjakat fizetve hátráltatja a szekszárdi uszoda építését. Malomsoki igazgató úr több, sok-sok millió forintot áldoz jogászokra, ügyvédekre akkor, amikor a villanyszámára nincsen pénz. A városvédők elnöke szerint Malomsoki Krisztián alkalmatlan a helyi sportközpont vezetésére, ezért le kell őt váltani. Követeljük Szekszárd város polgármesterétől, hogy ennek az álmokfutásnak egyszer is mindenkorra vessen véget, és távolítsa el ezt az igazgatót a posztjáról. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Malomsoki Krisztiánt is. Ugyanazt szerettük volna tőle megtudni, amit néhány héttel korábban, amikor nem válaszolt a kérdésünkre. Arra lettünk volna kíváncsiak, mennyibe kerül az ügyvédi megbízás, amiről ő maga posztolta a Facebookon, hogy megrendelte. Malomsoki Krisztián viszont most ellentmondva a korábbi Facebook bejegyzésének azt írta, nem is ő rendelte meg a jogi auditot, hanem az uszoda beruházásnál eljáró konzorcium. Az igazgató a további kérdéseink megválaszolása helyett azt írta, hogy az azokra adható válasz megtalálható a közgyűlési határozatokban.